Na most akkor megmutatom ezt a szigetet. ¿Cómo se llama la isla? Isla Tortuga, Morotupu. Morotupu. Teknős sziget, Isla Tortuga. Itt van a természetes kút. Ebbe gyűlik össze a tengernek a vize. Ezt maga a sziget szűri át. Tehát ez sós víz. Aztán, ha játhatol a szigeten, egyre inkább édes víz lesz belőle. Aztán ezen a csövön kiszivattyúzzák egy agregátorral. Itt megy a cső. Egészen odáig ott van az agregátor. Vigyázni kell itt a pálmafák, nem az emberek a fejére esik egy kókuszdió, akkor vége van a nyaralásnak. Ott van az agregátor. A cső az itt megy. Itt van ez a helyi körülmények között gyönyörű fürdőszoba. Tehát a cél az, hogy eljusson ide a víz. És oda egészen abba a tankba felpumpálják 750 litert ezeken a csöveken. Utána abból a tankból kifolyik a víz, és hosszú távú tárolási célra nagy nyomású tartályokba kerül, ahol további szűrésen megy keresztül. Itt van az egyik tartály, ez be van ásva a földbe. Itt a másik nagy nyomású tartály, hát relatíve nagy nyomású, de ezt már nem lehet kinyitni. Innen úgy lehet kihozni a vizet, hogy kinyitja az ember egyszerűen a csövet, és akkor a nyomás által kijön a víz. Most itt van ennek a kunyhónak, ami ugye, az európai városi embernek egy kunyhónak tűnik. Az egész, amit itt látunk, ez a kunyhó majdnem 10.000 dollárba került ennek az indián családnak. Majd elmagyarázom, hogy miért. Az egész építmény, amit most itt bemutatok, az majdnem 17.000 dollárba került, legalábbis most az elmondás alapján ennyit adtam össze. Itt van a mosógép, ez mind az agregátorral megy. Jó, ezt azért hiszem el nekik, mert ismerek más kunákat itt, indiánokat, akik építkeztek, és látom, hogy hogy megy itt a pénz. Most kb. Egy órára vagyunk a szárazföldtől, tehát mindent ide be kell hozni, nincs fa. Meg ez a nádszerűség, amit az erdőből hoznak, ezt is be kell hozni az építkezésre. Úgyhogy ilyen deszkákat, léceket itt nem lehet szerezni. Itt van a napelem fönt. Ezzel a világítást oldják meg este. Az egyéb áramellátást azt agregátorral működtetik. Jó, tehát ezt a kunyhót úgy építették meg, hogy az egész család összeadott körülbelül 10.000 dollárt, és persze benne vannak a csövek is már, meg a pumpa, meg a tartályok, de az egész minden berendezéssel együtt majdnem 20.000 dollárba került, tehát ebben a hűtő is van, meg egyéb dolog. Na most megmutatom belül, hogy hogy néz ki ez a kunyhó, tehát teljesen egyszerű dologra kell felkészülni. Con permiso. Muchacho, me dio permiso, que... Itt van a hűtőgép is, és akkor itt állítják az áramfelhasználást. És akkor elmagyarázta nekem, hogy szeparálják szét a szemetet, mert ugye a konzervdobozokat, meg az üdítős dobozt, nem tulajdonképpen konzervdoboz, azt el lehet adni, meg az üveget is. Az összes többi szemetet, az vagy bedobálják a tengerbe, tehát ami ugye elbomlik, vagy pedig, hogyha műanyag, akkor elégetik. Itt van a mélyhűtő, az gondolom gázzal megy, vagy valami akkumulátort feltöltenek nappal. És akkor itt van a konyha. Itt főznek, ugye turistákat is fogadnak itt. És itt alszanak este, most nem akarok oda bemenni, mert az már ilyen privát szféra. Tehát teljesen egyszerű dologról van szó. Egyébként azért vigyáznak itt a szigetre, mert ez a családnak a tulajdona, és hogyha itt nincsen senki, akkor esetleg ide jönnek mások, mondjuk nem indiánok, hanem turisták is rátelepszenek a szigetre, az meg ők nem szeretnék. Itt vannak elég komoly törvények, tehát nem lehet csak úgy elhagyni egy szigetet, mert akkor esetleg a kuna, a kongresszus ráteszi a kezét. Tehát erre vigyázni kell, úgyhogy a család az rotálódik. Mindenkit eltölt 2-3 hetet, és utána hazamegy, aztán jön a családnak a... Tehát nagy családról beszélünk, nagy dénik, nagybácsik, unoka, testvérek, apuka, anyuka, nagypapa, nagymama.
így gazdálkodnak. És akkor visszamegyek oda a tengerpartra. Ott van a szeméthalom. Most azokat a fákat, meg a kókusznak a törzsét, amire nincs szükség, és nem tudják felhasználni építkezésre. Hát ugye a kókusz törzséből nem nagyon lehet építeni semmit. Tehát fát kell hozni az erdőből. Azt általában fel szokták gyújtani, de mindig kihasználják, mert itt nagyon sok turista jön ezekről a vitorláshajókról, kijönnek néha fürdeni, mert ugye strandra menni a vitorláshajóról nehéz. Hát azért kell fizetni $3. Az ember nem tudja, hogy miért, akkor ez csodálkozik, hogy miért olyan drága. De hát ugye ennek a családnak a tulajdonában van a sziget. És ők tartják karban. Itt minden nap takarítani kell, mert a tengerből nagyon sok szemét, műanyag szemét kerül ide. Ezt általában beszokták dobálni. Ebbe a halomba itt jól lehet látni, hogy például strandpapucs, műanyag, ezek mind a tengerből jönnek. Ez is. Flakon, injekciós tű, fogkrémes, tubus, minden. És akkor ezt felgyújtják. Akkor ez a tábortűz. Hát a műanyag az csak gyorsítja az égést. Gyönyörű ez a sziget, de minden nap kell takarítani hozzá, hogy így nézzen ki. Na hát a lényeg az, hogy szinte mindent, amit ehhez a kunyhóhoz felhasználnak, azt be kell hozni hajóval is. Egy óra az út ide, az körülbelül 6 gallonnyi üzemanyagot jelent. És akkor nem gyorsan ment a hajó. 6 gallon, oda-vissza 12 gallon, az $60, még baráti áron is itt, ahol olcsóbb az üzemanyag. $60, 20 ezer forint, oda-vissza az út. És akkor ebben nincs benne az építőanyag, amit nagyon sokat Panamából kell hozni, tehát Panama városból, mert itt az erdőben csak kerek hasábokat lehet szerezni, tehát léceket nem nagyon vágnak. Ilyen léceket azt messziről kell hozni, tehát még autóval is be kell szállítani. Úgyhogy azért kerül meg ezek a csövek, nem is beszélve erről, ezt mind autóval kell hozni. 2 óra autóút Panamából, utána be a hajóba, és utána 6 gallon üzemanyag, míg behozzák, és akkor plusz még a fuvarosnak fizetni kell a munkájáért. Hát azért nem olyan egyszerű. Úgyhogy így áll össze az, hogy ez a kunyhó, amit itt látunk, ez 17-18 ezer dollár az összes infrastruktúrális berendezéssel. Elképesztő.